Sziasztok srácok! Itt Pityinger Dogman László beszél, aki Mocsár Gyuszi Juniorral együtt kifejlesztette ezt a remek magyar startupot, az egészséget, az egzotikus ízű frissességet, és a mi a másik? Ja, ez egy magyar termék. Az a neve az energy. És a zen az nyugatról jött, tehát nem sokára majd Indiában is kapható lesz, meg Hongkongban, meg Tájvánon, meg Kínában. Most úgyis jó kapcsolatokat ápolunk a Xi Jinpinggel, a kínai császárral, úgyhogy remélem, ha apó egy kicsit megszponzorálná, akkor ezt remekül lehetne sütni Kínában is, de most egyelőre itt van nekünk ez az Unikum, és ugye az Unikum is magyar termék, úgyhogy azért is mondtam. Tehát itt van ez az Unikum, az Energy, és tegnap a világhálóra került egy fantasztikus termék bemutató, illetve használati utasítás, hogy mit kell csinálni az Energy-vel. Nagyon jó volt, tetszett, de kicsit téves a felhasználási metódus, elmondom miért. Ugyanis gyerekek, előbb-utóbb tény és való, hogy minden a WC-ben végzi, de az energia esetében én inkább lecsuknám a WC-tetőt. És van egy nagyon fontos dolog, hogy az energy fogyasztásánál inkább arra érdemes figyelni, hogy nem szabad egyből a WC-nek adni az üdítőt, hanem egy közbűső állomást is be kéne iktatni a fogyasztónak a szervezetébe. Tehát, hogy itt a nyelőcsere lemegy, és akkor be a gyomorba, bekerül a vesébe és a táplálékláncba, és nem kell aggódni, mert előbb-utóbb így is úgy is a WC-be kerül, pisi-kaki vagy pisi-kaki formájában. Viszont ne adjuk oda közvetlenül ezt a csatorna lényének, hiszen van benne matetea, zöldtea, ginzeng, C-vitamin, magnézium, citromfű, kájpirinja ízvilág, tehát nem csak nagyon finom, hanem egészséges. Tehát hogy érdemes fogyasztani? Behűtöd, mint állat. Behűtöd, mint az állat, utána fogod magad, és kicsit. És ezt csinálod, nézd. Ajaj, de finom, baszeg. Hülye Puzsér, te fasz, te állat, geci. Hát hogy lehet te ilyen hülye, hogy nem ittad meg ezt a finomat? És utána majd beleugyozod a WC-be, és akkor utána örül majd a csatorna patkány, még az összes többi barom, aki jött neki. Veled együtt, te marharépa. És akkor még olyat is csinálhatsz, hogy ezt így leszeded, és akkor valóban látszik, hogy ez egy ilyen doboz, ilyenből iszod a kólát, meg a sört is, fasz. És akkor itt van egy üzenet, amit én nem tudom kell olvasni, de Gyuszi majd elmondja. Mi van odaírva? Minél több elvárásnak igyekszel megfelelni, annál többel találkozol, aminek nem tudsz. Így igaz. Hát, mi Robi elvárásainak és másokénak sem szeretnék megfelelni, de nagyon örülünk, hogyha az ízlésünk és az általunk készített termék, az Energy találkozik a közönség és a fogyasztók igényével, és hát az ízvilágát és a beltartalmát illetően ne felől nincsen kétségünk, úgyhogy vásároljatok Zenergy-t, vagy a viszonteladóknál, vagy pedig rendeljetek a www.zenergie.hu oldalról, és aztán gyertek majd az élő podcast felvételünkre, hiszen öcsi azért szív, mert apu iszik.